Sziasztok! Ma folytatom a Mount & Blade végigjátszásomat, és itt maradt abba, hogy a Nordok még mindig támadnak, plusz ugyebár elfoglaltam Uskall városát, és szeretnék még némi városi őrt rakni, és kb. Annyi. Szóval arcra fel a Nordok ellen. Ja, bár még meg akarom erősíteni egy kicsit a várost, és elfoglalni még több területet. Mivel már... ott tartok, ugyebár, hogy lassan meghódítok mindent. Csak hát az időbe tellik. Telik. Tellik? Vagy telik? Tök mindegy. Sok gyalogosom van? Van néhány. Nem jobb a másik csatatér? De ez jobb. Hogy elnézem, csak simán rohamoznak. Van egy csomó jó fegyveresem, meg néhány lovag. Nem, ez nem jó csatot ér, ott egy folyó. Ja, hogy az ellenség ott van. Lol. Egy fegyveres meghalt. Még egy! A fenébe! Oké. Tűrhető veszteség mondjuk. Király! Nagyon jók ezek a svadiai fegyveresek és lovagok. Nagyon-nagyon jók. Ugye már Praven is ostrom alatt áll, de nem probléma.
Hiába menekül a csávó, úgyis utolérem. Hat hír névpont, az nem is rossz. Lehet látni, sok emberem meghal, mert Kletit kiütötték, és akkor nincs meg ez a képesség, az első segély, vagy mi a fene. Wow! Wow! Jojjojjojjojjojjojjoj! Hát igen. Ez... Jézusom! Jézusom! Na, ez nem volt jó ötlet. Ez szép. Jó, egyet még kilőttem én is. Ajjajjaj. Ez a csata, ez nagyon rossz volt. Na ez nem volt jó. 13 fegyveres meghalt, te jó ég. Ajjajjaj. Ez nagyon rossz volt. Oké, még kell 10 védő, és akkor meg lesz a 100. Bár Pravenben 120 védő van, szóval 20-at ki fogok venni. Nem teszek csak 100 embert védőnek. 100 elit harcos tökéletesen elegendő. Nagyon elég, sőt. Mert ugye bár nekem már 112 emberem lehet velem együtt, ami nagyon jó. Én kiteszek vagy 20-at, 30-at, szóval oké. Beadom a küldetést, és akkor még többet tudok felvenni. Ide kellett hozzam a teljeneket, nem? Ha. Senki? Jó. Oké. De ugyebár adott új küldetést, szóval csak csatlakoztak pára. Nem, bár egyből milicisták. Kell hozzak 6 zsák búzát. Hát jó. Két újonc, nem már. Nem tudom, miért a hang így fülhallgatóval, fülessel, néha, mikor lóháton megyek, akkor mintha csak a jobb oldalt hallatszana. Elég rossz. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ennyi kellett, nem? Na. 20 lovagot kiveszünk a városból. És elintézzük Lord Turegort. Na támadás, ne szálljatok le lóról. Ugye már az F4-jel van az, hogy lóról le vagy lóra fel. Aztán...
Nem lenne jó, hogyha leszállnának a lóról. Ah, erre meg a lovag lőtte ki, vagy sütötte ki. Fenébe. Szép. Ez jó volt. Csomó íjász. Meg egy Nord harcos. Nem, veterán. Hát... ez jó volt. Nagyjából el is intéztem a... Nord seregeket. Viszek némi erősítést Uszkhalba és elfoglalom Tevarin várát. Eléggé megkedvelt a falu. Az jó. Jó lenne szintet lépni, és akkor fejleszteni a kiképzést. Hogy minél gyorsabban kiképezzem az újoncokat, meg az ilyen alacsonyabb szintű egységeket. Kell 10 lovag. Oh, egyet vissza. Hát van váltságdiakuszó, az jó. Két kergi dárdás nem akar csatlakozni.
Egy napot várok a... nézi a városban. Holnap reggel indulunk. Nem akarnak csatlakozni. Gondoltam, hogy éjszaka lesz és akkor csatlakoznak, de nem. Ezeket el kéne adni. Irány Tevarin vára. Kergitek ellen. Kergitek ellen nem lesz jó harcolni. Sokan vannak. És jó sok az íjász. Nem. Nem jó ötlet. Nem. Nem, mert mindössze 16 lovag és 19 fegyveresen van, az nem elég. Ahhoz, hogy egy olyan várat elfoglalja, főleg nem kergitek ellen. Ugyebár szinte az összes harcosuk íjász. Jó lenne szintet lépni és a kiképzést fejleszteni, hogy minden gyorsabban kiképezzem a katonákat. És ahhoz, hogy szintet lépjek, sokat kell harcolni. Lord Tirida. Ahhoz, hogy elfoglaljak például egy várat, kéne legalább egy olyan, vagy hogy könnyedén elfoglaljam, kéne legalább egy olyan, hát 40-50 lovag, az jó lenne. 40-50 svadia lovag, plusz ilyen gyengébb egységek, még fegyveresek, gyalogosok, és akkor easy peasy. Az az előreszegett láncsa majdnem bement. Veszélyesek ezek a kergi törzstagok, mert... vagy előcsatározók, mert előreszegett láncsával szoktak haladni. Persze nem mindegyik, de... van néhány. Thank you.
Fejes kapott. 141 sebzés. Elnézést. Oké. Két lovag, két fegyveres és öt gyalogos. Van 41 gyalogosom. Milyen jó lenne már kifejleszteni őket lovagokra. Csak nem nagyon találkozok ellenségekkel, az a baj. Kevés az ellenség. Sanjar Khan 260 emberrel. Hát simán elintéznénk őket, mondjuk egy faluban. Ja. Egyelőre se a svadiaiak, se a rodokok, se a kergitek nem támadtak meg nagyobb hadsereggel. Csak a nordok próbálkoznak. Ugyebár nekik nincsen nagy hadseregük. Ennyi az egész, hogy nem nagyon támad senki rám. Pedig nem bánnám, hogyha egy-két komolyabb sereg rám támadna, mert akkor legalább lenne kivel harcolni. Így egy kicsit unalmas. Megtámadom Reindi várát. Egye fene. Unatkozom, és muszáj megtámadjak valamit. Ha nem harcolok, unatkozok. Ó, oh, nincs kaja. Na jó, előbb veszünk kaját akkor. $212, hát az nem sok. Abból még kaját se tudok venni a katonáknak. 1300, az sem valami sok. Vegyünk sertést. Jó, sokan vannak. Jó, egy nemes elment. Hatvan dárdás. Oh, hello. Lord Nasuge. Sirály. Annyi az egész, hogy az sem lenne jó, hogyha például megtámadnák egy várat és lemészárolnának minket, szóval... Ja. Annak se lenne sok értelme. Persze szeretném elfoglalni a várat, meg minden, de a lényeg az, hogy ne úgy, hogy beáldozom a hadseregemet. Új! Mondtam, veszélyesek ezek a törzstagok. Lelőjem azt a csávót.
most már jó. Veszélyes, mert előre szegett láncsával haladt előre. Sajátomat. Még van 5 nyilvessző. Eltalált. 2. Oké. Elfogyott. Nulla sebzés. Wow. Valamelyik engem vett célba. Hányan vannak még? 6-an. Oké. Okay. Az nem olyan sok. Ez egy vegyír. Szép. Ez jó volt. Kergét, lovas, íjász. Oké. Okay. Elmenekült a csávó, de egy fegyveres. Együnk számszer íjászokat. Irány Praven. Eladom a cuccokat. Huszonkét lovag, 33 fegyveres, az nem is rossz. Burglen közelében pedig ellenséges csapatunk. Van egy lemezpáncél. Csak az a baj, hogy nincs pénzem, hogy megvegyem. Hát igen. Bár utolérem a csávót. Van 13 fegyverese. $4000. Az jó.
Van jó pár fegyveres a csávónak. Kár lesz őket megölni. De ez van. Támadás. Ó, te jó! Te jó ég! Az, hogy bepuzilta a fest. Ó, bakker! Ja, hogy ennyi volt? Oké. Hát igen, egy... kis baleset. Egy kis baleset történt, hogy úgy mondjam. 79 lovag van a városban. Wow. Jó, adjuk el a foglyokat. És a cuccokat. Sirály. Ugyebár a két kergidárdást egyből be is raktam a városi őrségbe, mert onnan nem dezertálhatnak el. Ugyebár, hogyha felveszed a foglyokat, akkor éjszaka lehet, hogy eldezertálnak páron, vagy egy sem, vagy az egész. De általában néhányan mindig elszoktak. És ilyenkor azt csinálom, hogy berakom a városi őrségbe őket, és akkor onnan úgyse dezertálnak el. Menjünk Rodok területre. Lássuk, mi a helyzet a Rodokokkal. Már viszonylag egész gyorsan fejlesztem az újoncokat. Ugye már, hogyha már svadiai fegyvereseim vannak, azokat már harcban hamar ki lehet fejleszteni lovagokra. Erre a nordok csak támadnak. Lord Haeda. Ennyi az egész, a nordok elég lassúak. És inkább előre teszem a fegyvereseket, hogy azokból jöjjön több a harcba. De a fegyveres. Úgy az előző csatában milyen csúnyán fejbe lőttem a másik fegyveresemet, te jó ég. Csak úgy kapta a fejest. És már halt is meg. Ah! Lord Haeda, engem vett célba.
Szép. Ez jó volt. Átlőtt a csávó. Ha minden igaz, akkor ennyi lett volna. Ó, nem igaz, mert Burglent és Chiptint is el akarják pusztítani. Ki akarják fosztani. Egész, úgymond szívósak ezek a nordok, mármint egyfolytában jönnek és támadnak. Igaz, hogy nem valami erősek, szóval sokan jönnek, egyfolytában próbálkoznak, de nem valami erősek. Könnyedén legyőzzük őket. Próbálnak fosztogatni mindig. Na. Menj már! Ezeket elintézzük, utána irány Chiptin és Amerrét is ki akarják fosztani. Támadás. Nem valami erősek, könnyedén legyőzzük őket. Jó volt. Ahogy mondtam, annyira nem erősek. A fegyveresek és a lovagok ellen nem sok esélyük van. Szépen lassan amúgy összeszedek egy újabb lovag sereget. Már van 48, ami nagyon jó. Jó, előbb akkor irány amerre, mert ahhoz közelebb vagyok. 100 embere van. Hát mondjuk Chiptint ki fogják fosztani, de nem baj. 3-ból 2-t megmentek. Ami egész jó. Amúgy ezt már szeretem, mikor egyfolytában harcolni kell. Ez jó. Akkor nem harcolok, azt unatkozok. Olyankor unatkozok. Ezt nem szeretem. Ez nagyon gyenge sereg. Gyalogosok, meg íjászok csak. Semmi komoly. Mármint semmi komolyabb elit gyalogos nincs.
Sikerült elmeneküljön, mindegy. Plusz Kletit kiütötték. Ez nem jó. Ugyebár ő az orvos, úgymond. Orvos nő a seregben. Nem hiszem, hogy odaérek időben amúgy. Ötvennégy lovag. Nem is rossz. Vagy mégis ide értem időben? LOL? Az jó. Sikerült megmenteni ezt a falut is. Sirály? Bár a nordokat könnyű elkapni, mert csak gyalogságból állnak, így nagyon lassúak. Egy lovag meghalt. Legjobb a nordokban az ugyebár, hogy csak gyalogságból állnak, így nem kell őket kergetni a csatatéren, hogy elkapjuk őket. Hanem elég gyorsan le lehet őket vágni, mert mindig egy helyen vannak nagyjából. Majdnem 60 lovag. Hú, az jó, az jó. Azt hiszem most már megtámadhatom Reindit. Te meg mit akarsz itt? Na, húzzál el. Ja, én megtámadom Reindi várát. Ó, ám bár Kletit megint kiütötték? Az nem jó. Az nagyon nem jó. Azt hiszem akkor várnom kell egy napot legalább. Harci, az jó, az kell. Mateld lövőerő 4-es, tökéletes, akkor megkapod a harci íjat. Ja, egy napot várunk. Előbb téged elintézünk. Jó, nem így akartam.
Na, támadás. Azokat az előre szegett lándzsásokat kéne elintézni. Például őt. Pusztulj már meg! Még van 7. Az nem olyan sok. Még valaki? Nem, ennyi. Oké, ez jó volt. Támadunk. Ez nekem nem tetszik. Ajajaj. Melyik lesz az ügyes, amelyik eltalál? Ó, egy megvan. Egy ügyes már van. Ó, még egy ügyes. Ó, még egy.
A felébe. Jöjjöjj! Még fel sokan vannak. Ezeket kéne itt elintézni. Oké. Oké, ez... hát ez nem volt jó. Hát az nem volt jó. Csúnyán eltrafált a csávó. Nagyon-nagyon-nagyon csúnyán. Pedig meg lett volna elsőre. Ha vár, na, mondjuk most már mindegy. Ha nem elsőre, akkor másodjára. Így is jó. Megint ott maradt pár. Vagyis csak egy. De... Na azért. Nem már! Arról volt szó, hogy az I-nak a pontossága 99, szóval... Meg sem mozdítom az egeret, és az lövések össze-vissza mennek. Ja, oké. Okay. Azt hittem, van valaki a hátamnál. Jó, kilőttem egy svadi a lovagomat. Megesik. Másikat lábon lőttem, meg is halt. Az Achilles sarkát kaptam el.
Van a többi emberem. Csak most jönnek erősítésként. Kéne még felvegyek nyilat. Remek, még egy lovag. Ó, meglőttem az egyiket. Jó, mindegy. Azt hiszem ennyi. Vagy nem? Ja, még egy csávó van. És győztünk. Jónak jó volt. Kilőttem két saját emberemet. Négy fegyveres. Lovag nincs, van, nincs, de van mesterlövész, számszerijász, gyalogos. Azzal, hogy itt kell hagyjam az egész izét. Az egész bagást. Legyen meg a 100 védő. Még nem is elég valójában. 65 csak. Na akkor most megint szednem kell magamhoz újoncokat. Körbe kell járjam az egész falut. Lássuk valami küldetés. Na bár egész jó volt. Elintéztük a izét. Kergiteket. Bár előbb eladnám a cuccokat plusz a foglyokat, hogyha lehet. Ja igen, Lezalit pedig szintet lépett. A lovas íjászata egyenlő a nullával, szóval azt fejlesztük. Azt muszáj fejleszteni. Milyen lova van? Vadász, oké. Váltságdialkuszó az nincs. Pedig meg lett volna elsőre a vár. Csak ugyebár lelőtt az egyik íjász. Feljárom a területeket, és újra szedek fel újoncokat. Chiptin faluja amúgy nem kedvel, de
Remélem ad valami küldetést. 504 dénár adó. Az nem is rossz. Nem, nincs. Jó, irány... Irány 20 kal, lehet, hogy van, izé... mi az már? Váltságdíj alkuszó. El tudom adni a foglyokat. Harci, az kell. Sirály. Elég jó pénzeket kapok a foglyokért. Egy ember? Nem már. Az nagyon kevés. Legalább 5-6 csatlakozhatott volna. Na mindegy, irány Burglen, utána Asgard és Nemezsa. Amúgy már van két városom és egy váram. Egész jó. Tizen. Az jó. Irány Asgard. Hú, 6000 dénár a sereg fenntartás. Hát igen. Négyen csatlakoztak? Többre számítottam. Van egy csapat hegyi zsovány. 9, az még tűrhető. Nem akartam leszállni. Jó, mindegy. Irány egy Jaragar. Sanjar Khan támadja Reindivárát. Ajjajjajj. Az nem jó, mert ugyebár Sanjar Khannak, ha jól emlékszem, valami 200, majdnem 300 embere van. ...779 dinár, nem is rossz. Ja, bár tényleg a sima Mountain Blade-ben az a legrosszabb, hogy az adót mindig össze kell gyűjteni, hogy be kell menni a városokba vagy a falukba, hogy megkapd az adót. Segítsünk ennek a karavánnak. Júj. Oké. Bár lehet, hogy többen vagyunk, de nem jobbak az embereim. Au. Kár kinyírni ezeket a fegyvereseket, de muszáj. Pedig milyen jól jönnének. Kár nem lehet olyat a játékban, hogy hagyjátok meg magatokat, semmi értelme nincs harcolni. És akkor megadnák magukat és csatlakoznak.
milyen jó lenne már. És akkor a katonák a... ezért a katonák a nemes pedig átadják fogolyként. Vagy elmenekülne. Ennyi? Nem, még mindig van egy fegyveres. Jó. Ah, az egyik fegyveres a megint megölt egy fegyverest. Bakker. Az ő fegyveresei jobbak. Jó, az is kidőlt. Mondom, hogy az ő fegyveresei jobbak. Kleti kilőtt, kinyírta az egyik fegyverest. Na, erről beszélek. Ah. Az ő fegyvereseik jobbak, mint az én fegyvereseim. Szép! Kletinek ez a második Smadia fegyverese, amit megölt. Nem is rossz egy orvosmérnöktől, mérnöknőtől. Orvos is, mérnök is, útkereső is. Elég kemény. Na! Ez jó volt. És lett egy fegyveres foglyom. Hát igen, pont 300 ember vele együtt. Ujjjjjjj. Még így is majdnem olyan gyors, mint én. Um, 18 veterán lovasíjász, 41 dárdás, 51 lovasíjász, 57 lovas, 101 előcsatározó, 31 törzstag. Az igen. Az már valami. Az majdnem elkapott. Na de azt hiszem, hogy zárom a videót, srácok. És a következő részben pedig megvárom, még megtámad Reindy váránál Sanjarkán. Na ja, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!